elrontott a ifjú életem. Rájöttem, hogy ő sem lehet boldog én velem. Egy asszony miatt fáj a szívem néha, én elfeledni nem tudok soha. Egy asszony, aki elrontott a ifjú életem. Rájöttem, hogy ő sem lehet boldog én velem. Egy asszony miatt fáj a szívem néha, én elfeledni nem tudok soha. Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Sufit halljátok, és hamarosan itt lesz a mai vendégünk, Bohém Nagy Zsoló, szeretettel várjuk őt, és akkor mai nap az ő dalait fogjuk hallgatni 21 óráig. És megyek is tovább, a következő dalnak a címe Káposzta, káposzta.
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a Dinom Dánom mulatos rádiót hallgatjátok. A mikrofonnál a Sufit, és már nem vagyok egyedül, itt van velem Bohém Nagy Zsoló. Szia, szép estét! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy velünk. Örülök még, hogy meghívtatok. És a hallgatóknak mondanám, ha valakinek kérdése van, fel lehet tenni az Eszemiszom Dinom Dánom Facebook oldalán, és megkérdezzük. És már jönnek a fotók rólad, én már látom. Úgyhogy a hallgatók készültek belőled fotókból. Kezdeném is az elején, te már olvastam egy cikket, hogy te már gyerekkorodban eldöntötted, hogy zenész akarsz lenni, és hivatásként. Igen. És ez hány éves voltál, mikor ezt eldöntötted, vagy hogy is volt ez? Hát 6 éves lehettem, mikor ezt a szüleim elvittek egy lakodalomba, azt nagyon megtetszett a zenekar, és akkor onnantól kezdve eldöntöttem, hogy zenész leszek. A nagymamám vett nekem egy harmonikát, aztán mindjárt kis ruccantam. Kadlott Kassi volt akkoriban, példaképpen Mixalagos Magna, ugye az volt a menő akkoriban. Uh-huh. Akkor is a mulatós zenét kedveltem, és úgy gondoltam, hogy ezzel akarok foglalkozni. És most is nyomod a tangó harmonikát? Hát ma már inkább így előadóként járok csak falunapokra, fesztiválokra fellépni, de egyébként van zenekarom is az Arizona-ben, szintetizátoron játszom ugyanúgy, mint a többiek. Uh-huh. És családodban van zenész? Hát a családomban igazából nincsen, hát egy-két unokatestvérem zenélget, de hogy, aki kimondottan ezzel foglalkozik, olyan nincsen. Nagy Zsoló egy igazi bohém, mindig életvidám, és a közönséget is jó kedvre deríti. Igen, igen, hát szeretem a vidámságot, elég jókedvű fickó vagyok, tehát nem szeretem a szomború és negatív embereket, mindig pozitívan állok hozzá mindenhez. Azért is hoztam létre most ezt a bazi nagy mulatósat, amit egy-két kollégámmal, Zetor Zsolti, Tibó Kopas, stb. Csinálgatunk mindenfele, most voltunk például az Alföldön is. Nagy reményeket fűzök el, és szerencsére azért sikeresen működik meg. Én láttam is közös fotókat, ti barátok is vagytok a zenén kívül? Igen, nagyon jó barátok vagyunk, szinte minden nap beszélünk telefonon. Meg ők is hasonló beállítottságú emberek, mint én. És előbb említetted, hogy van egy zenekarod az Arizona. Igen, igen. Ővelük szoktál fellépni, vagy külön van ez a mulatós, vagy hogy van ez? Hát a mulatós, a zsolóként megyek fellépni, az külön van, de mivel táncos lányaim is voltak, de egyéb okok miatt elváltak útjaink, mert az egyik lány az éppen szült, de nem tőlem, tehát már értsék félre. És most zenész kollégák járnak velem fellépni, vagy egy, vagy kettő. A zenekar az meg másod, nem csak mulatóst jártunk, hanem rocktól elkezdve rockni, tehát bármit, ilyen igazi buli zenekar. És melyik áll hozzád közel a szívedhez? Stílusba? Stílusba a mulatos. Mulatos. Hogy ismert ember lettél, ugye látunk a televízióba is. Köszönhető valakinek? Valaki felkarolt téged, hogy idáig eljutottál? Hát több mindenkinek is köszönhető. Először is volt ebben. A Roller Music produkciós irodában Vörös Istvánnak is segített nekem az első CD-met kiadni, meg segített hozzájutni a kapcsolatokhoz. Utána köszönöm a Komáromi Pistinek, hogy még annól a Budapest TV-ben szerepelhettem a műsorába. Laci Betyán, meg Bunyós Pityunak is köszönhetem, hogy elmertem velük fellépni annak idején. Valamint a Frédinek a muzsika TV-ben, hogy most ott lehetek per pillanat. Valamint a Bibinek a Nóta TV-ből, tehát ott is voltam, Jolinak, elég sok mindenkinek. Sok. Említed itt Jó Laci Betyárt és a Bunyós Pityut, vele is jó barátságban vagy? Persze. És akkor közben... Még annó a Laci Betyár vizetőjel. Tessék? Annó még a Laci Betyár vizetőjel. Így itt csináltuk Nagyvázsonyba, például felléptünk, Egerváron is csináltunk egy ilyen Laci Betyár vizetőjel műsort. Tehát az MTV felvétel volt, ez ilyen szimpla buli. És akkor az országot járjátok, külföldre is szoktál fellépni? Vagyis volt már fellépésed? Igen, voltam Szlovákiában 2-szer. És a külföldi közönség másabb, mint a magyar közönség? Hát igazából nem másabb, mert ők is magyarok, tehát volt köztük, aki nyilván nem magyar volt. De ugyanazt, tehát ugyanúgy csak kint élő magyarok. Viszont amikor Balatonparton léptünk fel, ott pedig az nagyon sok német van, és látom, hogy ők is szeretik a mulatost. Na, annak ennek örülök. Nem értik, de tetszik nekik.
Több évig a Balatonon zenéltél. Igen, annól még a zenekarommal Vonyarzvasegen 6 évet leúsztunk. Ott a strand mellett egy szórakozó helyen szabadtéri volt, nagyon szerettem oda járni, minden nap lent voltunk. Jó teltek a nyarak, izgalmas volt. Jó bulik voltak, egy igaz élmény. Van olyan, amit másképp csinálnál, mint ahogy csináltad idáig? Ugye már több év van a hátad mögött. Hát szerintem ugyanígy csinálnám. Ugyanígy, az jó, ha nem változtatnál. 2009-es évben egy nőnapon a kalocsai női börtönbe léptél föl, ahol még a raphölgyek meg is sírattak, vagyis sírtak. Hát igen, ott is a Bunyós Pityával és a Laci Betyára, a Komáromi Pistivel voltunk együtt, igen, az egy érdekes történet volt. Laci Betyár szervezte, vagy hát valahogy úgy jutottunk oda, és hát igen, ott a rabok csak ültek, és olyan csodálkoztam, hogy nem kelnek fel a székről, akármit csinálok, és mondták, hogy hát megvan nekik szabva, hogy nem kelhetnek fel. Azt nem tudtam, én meg mondtam, hogy táncoljanak, kerjünk fel bulivan, de hát aztán ugye nem. De az is érdekes volt, nem voltam még börtönben, remélem nem is leszek. Hát így fellépni esetleg. De volt benned egy kis félelem, hogy oda kell menni és fellépni? Igazából nincsen. Először, amikor elkezdtem, tehát zenekar után egy önállóan fellépni, elmenni az első falunapra kiállni a közönséggel, akik mondjuk csak ülnek, tehát nem este van és buli van és táncolnak. És nincs előttem hangszer, akkor féltem, izgultam, igen. De most már nem. Már megszoktam. Na, az a jó, ha már nem izgulsz, megszoktad. Ugye az elején... Mert téli időszakban, hogyha olyan hétvége van, és nem megyünk sehová, teljesen magam alatt vagyok, tehát nekem az életem a buli, a fellépés, tehát ezt nagyon szeretem csinálni. A zene mellett van civil foglalkozásod, vagy csak a zene? Van, persze. Itt a barátnőmmel üzemeltetünk egy sörözőt Zalaegerszegen. Így is sörözőt, ha kimondhatom. Persze, ha kimondhatod. Munkát csinálunk, stb. Na, kedves hallgatók, lehet menni sörözni. Igen, legtöbbször én is ott vagyok, iszunk valamit. És közben jönnek itt a kérdések. Ugye a fellépésről beszéltünk, hogy nem izgulsz. A fellépéseket magad intézed, vagy van segítőd, aki segít? Hát általában nem magam intézem, hanem egy műsorszervező iroda intézi. A mulatós szót azt viszont én intézem, meg a Zetor Zsolti, meg a Kokas. A zenekart azt pedig én és a Lukás Tibor közösen. És közben jöttek itt a kérdések, fel is teszek gyorsan egyet. Újvári Pálné Marika kérdezi, szép estét kívánok neked, Zsoló. Ha az életed úgy alakult, ahogy tervezted, vagy esetleg más formába? Hát nagyjából úgy alakult, bár nem gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz bekerülni. Például a tévébe, vagy rádióba, vagy hogy egyszerűen nagyon nehéz boldogulni ebben az országba. Tehát könnyebbnek gondoltam, azt gondoltam, hogy egyszerűbb, de nem. Szóval nem elég, hogy ismert vagy, talpon is kell maradni. Jól értem? Hát igen. Hogy nehéz talpon maradni. Nehéz. Nagyon nehéz oda kerülni, és nagyon könnyen ki lehet esni onnan. Tehát vigyázni kell az embernek a jó hírére. Ne csinálj miért, mert később esetleg megbánna. És ez miért van szerinted? Mert nagyon-nagyon sok az előadó? Hát elég sok, igen. Például a zenekart is, ha nézem, annak idején volt például, hogy Zala-megyében Zalaegerszegi vagyok. Tehát Zala-megyében volt 2-3 zenekar, és akkor ugye mindenkinek jutott buli bőven, most meg van, vagy 60. Tehát nagyon sok. Húha. Minden, meg most hát ugye látod mindenkit, a sok valóság, sok. Ők is mind énekelni akarnak, itt a sok megasztár, az X-faktor egymás után gyártják a sztárokat, és már nagyon telített ez az egész. Igaz, hogy ők nem is maradnak sokáig talpon, mert ma itt vannak, holnap elfelejtik őket. Rám most kik voltak az első X-faktorban, már talán nem is emlékszünk rá, mondjuk én nem is néztem, mert én elítélem a külföldi zenét, szerintem magyar földön, magyar ember, magyar zenét hallgasson, hogy mulatos, vagy rock and roll, vagy rock, vagy akármi. Magyarok vagyunk, és a rádiókban is az a probléma, hogy megyek autóval, hallgatom a rádiót, és akkor megy
10 számból 9 külföldi, egy magyar, és szerintem ez így nagyon nincs jól, és a magyar zenészeket ezért is nyomják, tehát ezért is nagyon nehéz. Igen, igen, igen. És ha autóban vagy, akkor mulató zenét hallgatsz, és kit szoktál? Magadat, vagy valamilyen előadó? Hát magamat nem szoktam hallgatni, hanem akkor a Tibóval beszélgettünk, és neki is elpanaszkodtam, hogy mi megy a rádióban állandóan, és akkor erre odaadta nekem az összes meglévő albumát, és úgy azt hallgatom. Ő is volt már vendégünk, úgyhogy... De a mi rádiónk csak magyar zenét szolgáltat, és mindenféle stílusba. Jó, már volt egyszer... A Dínom-Dánom rádió a legjobb a világon, most én is reklámolni szóval. Nagyon szépen köszönjük, persze. Azt nem mondjuk, hogy 100% magyar, mert persze valakinek van egy olyan dala, hogy nem magyarul énekli, azt esetleg bemutatjuk. Persze, de nem 90%-ban külföldi, most egy gyermek, azt mondom én is, szinte 90%-ban az sok. Így van. És akkor Fábián Ibolya kérdezi, szeretném megkérdezni, magánéletben mi a foglalkozásod a zenén kívül, ugye azt előbb említetted is, hogy egy sörözőbe dolgozol, de egyébként minek tanultál? Hát a szakmám az eladó egyébként, a kereskedelmi vonalon. Ha már itt tartunk, láttam előbb egy fotót, egy kis malacka van a kezedbe. Igen, mert húst is árulunk a piacon, a reggelszere. Mondjad azt, hogy te azt nem bántottad. Ez a szilveszteri malac volt. De ugye nem bántottad, nem te szúrtad le. Nem, én csak eladom, tehát én nem ölöm meg. Meg nem is tudnám megölni, tehát minden állatot szeretek. Van kutyánk is. Ennek örülök, na majd arra is rá fogunk térni. És Újvári Pálné Marika kérdezi, hogy sikeresnek érzed-e magad? Hát igazából még annyira nem. Tehát még azért az sikeres lennek elég távol áll. De... Úgy érzem, hogy én adok a felé, hogy meg hát bárhova elmehet, látom, hogy azért ez a dolog, ez működik, ez meg csak. Hát, mint mondtam, nagyon sok az előadó, és nagyon nehéz. Igen. Boldogulni. És van valami egyedi a fellépéseidbe, a műsorodba? Ami csak nálad látható, hallható? Hát vannak saját számaim is, de azokat most egyelőre még nem csináltam meg, mert úgy gondolom, hogy először inkább ismert számokkal kellene, amit az emberek ismernek, hallanak. De most szeretném, hogy a különböző tévémisorokban azért saját számok menjenek, mert ugye YouTube-ra is ki fogjuk tenni, most akarunk forgatni pont majd egy videóképet, hogy megismerjük ezeket. És hát az egyedi az az, hogy vidámak vagyunk, jó kedvűek. Megmozgatjuk a közönséget, tehát azért is vagyok bolyan, mert én vagyok tényleg. Például arra is gondolok, mint például a Zetor Zsoltinak, tudod, hogy ott van a fokos a kezébe, ilyesmi valamilyen kelléket használsz fellépés során? Nem, igazából nem. Nem. És a fellépési ruhákat az hogy válogatod, hogy mit veszel fel egy fellépéskor? Farmer, hát, öltöny? Hát nagyon sokszor előtte döntöm el, tehát nem szoktam ezen gondolkodni, mindig dobja magát például azt is, hogy éppen mit fogok előadni, azt is ott szoktam eldönteni. Aha. Ja, igen, akkor függ a fel... Tehát spontán ember vagy. Meglátom a közönséget, amire vevők igazából, és akkor úgy azt szerint állítom össze ott a helyszínen, tehát nem előre megcsinálom. Újvári Pálné Marika kérdezi, a rajongó táborod van-e, és elkísérnek-e fellépésről fellépésre? Vannak-e olyan személyek? Igen, vannak olyan személyek, akik elkísérnek, attól, hogy hova megyek be, most 500 kilométerre odébb voltam, és végén most oda nyilván nem fognak eljönni, mert messze van, de ami itt a környékben van, ott igen. Ugye, hogy Dunántúli vagy, és a Borsod, Heves, Szabolcsban lesz-e mostanában fellépésed? Hát most voltam Szabolcsban pont múlt héten pénteken, meg lesz is persze. És hol tudják követni a hallgatók, hogy hol találkozhatnak veled? Hát a Facebook oldalamon Bohém Nagyó néven jelöljenek bátran ismerősnek, bár most már minden betellik, de majd fogok csinálni újat. És a Bazi Nagy Mulatósó oldalán is mindig kiírjuk, hogy éppen mikor, hol vagyunk, mit csinálunk. Kivétel az átfogyó rendezvényeket, mert azokat ugye
nem. De ha ráteszik a követésre, úgy is tudnak követni téged, ha netán betelik. Mert igen, nagyon... igen. Mert nagyon sok előadónak úgy van már, hogy betelt, és akkor követjük. Nekem már csak pár ember, aztán megvan az ötezer, úgyhogy újat kell csinálnom. Előbb említetted, hogy van saját dalaid. Igen. Hogy születik nálad egy dal? Egy kitalált történet, egy megtörtént dolgokról írsz, vagy hogy szoktad, vagy mit írsz? Nem, legtöbbször, mikor unatkozom, vagy éjjel nem tudok aludni, és akkor gondolkodom, és eszembe jut valami dalom, vagy valami szöveg, aztán akkor gyorsan leírom. De az a baj, nagyon sok jó szám volt, hogy eszembe jutott, és reggelre meg elfelejtettem, mert nem írtam le. De volt, hogy munka közben is ezen gondolkodom, mikor éppen úgy nincsenek, és akkor... És akkor volt már olyan, hogy ott is éppen írtam egy nótát. És mennyi idő alatt születik meg egy nóta? Ez attól függ? Hát az általában nagyon hamar, te 5-10 perc. Na, az igen, gratulálok. De valamikor 2-3 is megszületik egy hiszen belül valami is hónapokig semmi. Tehát ez abból jön magától. Nem kell hozzá semmilyen kedv, vagy hangulat, vagy valami csalódásért, vagy öröm, semmi ilyen. Nem. Ugye feldolgozásokat is énekelsz. Igen. Van kedvenc előadód, akinek a dalait énekled? És szereted? Hát nagyon sok előadó dalait, főleg amiket most szeretnék még olyan feldolgozást csinálni, van egy olyan tervem, hogy nagyon modern diszkós hangzást szeretném ötvözni az igazi cigányzenekarra, a cimbala meg egy nagy bőgő minden, és olyan régi nótákhoz hozzányúlni, olyan régi magyar nótákhoz, amiket még senki igazából nem csinált meg. Meg van még egy például a kedvenc nótám, az a jaj, de szép képzel, mert van magának, ezt mindenképpen meg akarom csinálni. Uh-huh. A környezetemet az őrületbe kergetem, de az igaz, de ezt nagyon szeretem valamiért. No. És Fábián Ilbolya kérdezi, hogy van-e kedvenc fellépő ruhád, és ahhoz fűződik valami sztori? Hát úgy nincsen. Nincs. És ha már a sztorinál tartunk, fellépések során volt valami sztori, ami egész életedben emlék marad? Hát minden fellépés alkalmával vannak sztorik. Már hát az elég jó hangulatba telnek, főleg ezek a mulatósok, de hát azokról inkább nem beszélek, nem azért, mert annyira olyan durva dolgok lennének, csak hát sok. És akkor új, majd jönnek a kérdések. A baráti köröd magánéletbe vagy a zenészek körökből származik, kérdezi Újvári Pálné Marika. Hát a legtöbb barátom az zenész körökből származik, de vannak nagyon jó barátaim, akik nem. Tehát mondja, ez a egyik legjobb barátom, ő például Hentes Ausztriába, tehát ő. Aki egyébként a Tibónak is jó barátja, tehát általában is hárman szoktunk összejárkálni. Zalaegerszegen nagyon-nagyon sok zenész él. Úgy közösen hát, még nem jöttetek sok. Össze? Hát dehogy is nem. Hát szoktunk találkozni sokszor. Tehát több zenekarra is ugyan. Meg is jobban vagyunk mindenkivel, nincs az, hogy most furkálódnánk egymásra. Persze, ez nem is jó. Ináig hány albumod jelent meg? Hát hivatalosan egy album, amilyen meg többet nem is fogok csinálni, mert hogy ez a CD piac az nagyon bealkált, ennek nincsen értelme. Fogok csinálni, mert most készül éppen a, hát inkább nem is a második, mert már a harmadik, mert azóta valamit csinálgattam, hanem ki fogjuk rakni a netre ingyen letöltésre, mert úgyis az a vége, hogy letöltik ingyen, valahogy nőbe kerül, tehát CD eladás annyira már nem. Persze. Tehát az, hogy boltokba kerüljön, ezzel már nem érdemes foglalkozni mai világban sajnos. Igen, elég, ha valaki egy hivatalosan megveszi, és az már feltölti ugye a YouTube-ra, vagy akárhova, már akkor már ottan szoksoroz, na, duplázódik hát, meg. Igen.
ki se tudom hirtelen mondani, elnézést. Zenéről. Volt-e már olyan, hogy elfelejtetted a szöveget a színpadon? Igen, volt. És azt hogy javítottad, vagy hogy reagáltál rá? Hát spontán megoldom a helyzetet, amikor elkezdek beszélni közönséghez, ösztönzöm őket, hogy segítsenek. De ők nem tudják, hogy azért, mert elfelejtettem. De én valahogy feltalálom magam, mindig megoldom. Tehát akkor ennyi dalt nem is lehet megjegyezni. Nem? De olyanokat elfelejtek, amiket már százszor eltoltam, és valahogy elindul a zene, és nagyon sokszor olyan, hogy nem tudom, a kollégámat kérdezem, hogy hogy kezdődik. Elég, ha az első mondat eszembe jut, az első szó, és akkor onnantól már megy. De szerencsére mindig, mire oda kerül a sor, addig eszembe jut. Akkor kérdés. Fábiáni Ibolya, mi a kedvenc ételet, szoktál-e főzni? Szoktam főzni, nagyon szeretek főzni mindenfélét, tehát nem olyan régen csináltam például tojásos nagyot, jól tudom, hogy nem egy bonyolult étel. A kedvenc ételem az a rántottus a sárkrumplival. Na, azt mindenki szereti. A pörkös, nokedlival, tehát magyaros ételeket szeretem, és ezeket meg is főzem. Másik kérdés, van-e kedvenc automárkád? Azt is a Fábiánné kérdezi. Van, persze. És hogy állsz a Trafipax-szal? Trafipax-szal? Hát vigyázok rá, ugye nagyon sietni kell most is, például mentünk egyik fellépésre, másikra hétvégén, tehát muszáj volt nyomni neki, de azért mindig figyelek rá. Szóval ott... Én most büntettek meg pont. Szóval ott is sikerül egy-egy fotót benyelni. Nem, amiatt elfelejtettem pályamatricát venni. Jaj, az meg pedig húzós. Napokban meg a számla. Az húzós. Amúgy milyen természetű ember vagy? Könnyen besértődesz, haragtartó, vagy nehezen lehet felhúzni? Nehezen lesz, ugye vannak, akik fel tudnak, de nehezen. Én inkább békésebb vagyok, nem szeretem, nem vagyok a viták híve. Én így azt mondom, hogy inkább érezzük jól magunkat, legyünk boldogok, vidámak. Így igaz. Nem szeretem a vitákat. És a nyarat, hogy... Ezért így váltam el, mert mindig vita volt feleségem, annól, tehát inkább eljöttem. És most van családod? A családom az úgy van, családom, hogy hát ugye elváltam, van egy fiam, aki most 7-es, de már 2 éve együtt élek egy szöszi lányjal, akivel jól megvagyunk, tehát semmi probléma nincsen. Szerencsére is békés természet, úgyhogy nincsen semmi probléma. Na, sok boldogságot. Most egymással. Sok boldogságot kívánok nektek hosszú-hosszú évekig. Köszönöm szépen. És a kisfiad, ő a zene felé kacsingat egy kicsit? Hát őt a rap érdekli. Na. Az a rappesor volt. Hát ugye más korosztály vagyunk. Hát... Most ezek 40 éves, ő meg 14, tehát így. Ja, fiatal lehet, hogy egy pár év múlva már nem éppen rappes lesz. Na, nem biztos, hát én kiskoromban is egy mulatos szerettem, meg most is, meg 80 évesen remélem megélem, akkor is azt fogunk szeretni. Bár ne tudja arra már. De igazából ez a magyar, tehát a magyar ember szeret mulatos, és a magyar tradicionális zene az a mulatos, tehát a magyar embernek benne a vérében azt szereti. Lehet valaki rocker, vagy rapper, mert ugye látom a fellépéseken, bulikon, egyéb rendezvényeken, ugye többféle típusú ember van, többféle típusú zenét szeretnek, és mikor isznak egy-kettőt, az végre mindig a mulatás. Van-e olyan dolog az életed, amit megbántál és másképp csinálnál? Hát ezt én is kérdeztem, ezt Újváriné Morika kérdezi. Hát biztos, nem is gondolkodtam még ezen, de biztos, hogy vannak olyan dolgok, amiket megbántam, amiket másképp csinálnék. Esetleg már jövőnével kapcsolatban nem, mert azt ugyanezt csinálnám. Talán az életben egy-két dolgot. Újvári Pálné Marikának a következő kérdése, a család hogy viseli a zenei életedet, ezt a sok-sok fellépéseket, hogy úton vagy? Hát
Elviselik, édesanyám azt mondja, ugye nem velem él, de mindig felszokott hívni, hogy úgy élek-e. Jött valami baleset, mert ugye most is jöttünk az az autópályán, két baleset, hogy volt egymás után. Akkor is ott voltunk a pályán, mikor múltkor az a kamion kigyulladt, akkor mentünk éppen Siófokra fellépni Szigóékkal. Hát mindig valami történik az úton, vigyázni kell, tehát igazából ezen aggódnak. Van olyan célod, amit kitűztél magadnak és elérted, vagy még harcolni kell érte? Van, persze. Megvan is még célom, amit kitűztem magam elé. Például minden vágyam az, hogy egyszer a Balatonparton élhessek. Ott esetleg valami kis sörözőt így vitorlázni, szeretek horgászni, például az is nagyon vonzó benne, hogy akkor minden ott egy helyre lenne. Na, akkor te nagy pecás vagy. Na, igen. Hány kilós volt a legnagyobb halad? Hát olyan 3 körül, pont. Na, azt hittem valami nagy számot. Most rá vagyok szuppan, hogy harcsát akarok fogni minden áron, csak hát harcsák nem így gondolják. És a halat, ha megfogod, visszaengeded, vagy hazaviszed? A megsütöm. Megsütöm. Aha. És melyik a kedvenc halfajtád? Hát sokan azt mondják, hogy a Balaton hek, bár a Balatonban nincsen hek, már tengeri hal, de azt például a Balaton parti büfékbe megenni egy hekket, annál helyebb a világon nincs. No. A mennyhalat ismered? Melyik halat? Mennyhal. A mennyhalat, igen, hallottam róla már. Hát nagyon finom. De akkor az a Balatonban nincs is, vagy van? Olyat még nem ettem. Hát, úgy tudom, hogy az inkább folyóban van. Igen, itt mifelénk a sajóba. A Balatonban például nagyon jó hal, az a fogas. Azt még nem, én nem ettem. És a pecázáson kívül mi még a hobbid? Hát, úgy nagyon. Hát, amit csinálok, a zene. A zene. El szoktál menni, mondjuk a városba laksz, van egy fellépés, 3-4 együttes is fellép, elmégy megnézni őket? Hát általában, hogy ilyen programok vannak, akkor én is megyek, de hogyha úgy van, akkor persze. Kirándulni szoktál-e járni? Hát kirándulok eleget is hétvégén. De én szeretek, igen. Mikor úgy van, és időnk engedi, akkor leugrunk egyet a Balsi partra, mert nincsen messze, tehát szeretek, igen. Most is elmentünk Tihanyba, az pár hete. Körülnézünk egyet. Motorozni, bicajozni? Igen, motorozgattam, bicajozni annyira nem, mert azért annyira sportos alkat nem vagyok, tehát akarok egy pár métert aztán utána vizetlen éveszteni. Szóval az annyira nem. Szóval akkor nem is sportolsz, akkor... Hát nem. Moziba szoktál-e járni? Hát moziba nem voltam már, vagy 20 éve biztos. Na tessék. És a tévét nézed, milyen műsorokat szoktál nézni a tévébe? A barátok közt azt mondjuk megnézem, ha időm engedi. Éjjel-nappal Budapest. Akkor... A kedvenc filmem az a Kincs, ami nincs, az feltétlen. Meg a Bújtor István filmek. Talán, mert nagyon szeretem a Balaton, és majdnem minden Bújtor István film, hát szinte mindegyik a Balatonon játszódik. Igen. Tehát ezek fontosak a számomra. Nem, meg régen ezen nőttünk. Inkább a vígjátékokat szeretem. Na, azt én, igen. A Bújtor filmeken nőttünk föl, azt kell mondani, mikor gyerekek voltunk. Igen. És közben várjuk a kérdéseket. Hogy van-e még valakinek kérdése. Van-e olyan, amit el szeretnél mondani, és nem beszéltünk róla? Annyira nincs. A zenével kapcsolatos... Ugye, mondtad a táncos lányokat, a zenekart. A zenekar... Hát igen, azt ugye elmondtam, hogy milyen tervei vannak, hogy szeretnék csinálni egy ilyen dolgot, hogy ilyen magyar nótákat feldolgozni, tehát igazi cigányzenekart ötvözni ezzel a mai hangzással, ez az
ez most minden vágyam, ezt meg is fogom csinálni. Általában azért mindig elérem, amit szeretnék, még ha nehezen is van, amikor több év is kell hozzá. Tehát most beszélünk róla, lehet, hogy csak 3 év múlva fog ez megtörténni, de biztos, hogy meg lesz. Na. És a zenekarral hány éve vagy már együtt? Hát ebben a felállásban ezt most kezdtük újra. Talán egy olyan 2 hónapja, amúgy a zenekar maga ez 2 éves. Tehát még úgy, ez egy gyerekcipőbe jár, de ő régen volt zenekarom, tehát mentünk mindenfele azzal is. Mint az a mulatosó, ami nagyon, tehát ez a maga a rendezvény szervezés része is érdekel, tehát ezeket szeretnénk a jövőbe úgy szervezni, minden városba eljutni, mint ahogy, tehát voltunk ezzel már Szlovákiában is, most Nyíregyházán, az Alföldön többször is voltunk, környékben, tehát Vasmegye, Veszprémbe, tehát mindenhol szeretnénk elvinni azt a mulatosót minden városba. Hát reméljük. Ez egy egész estés program egyébként, tehát több előadó, mint most például Siófokon voltunk egy kempingbe, tehát mint mondtam, Sláger Cibó, Kokas, Vetró Zsolti, és jó magam, tehát így vagyunk egy csapatban, és akkor ez egy egész estét kitöltött. És akkor mindenki 2-3 számot elénekel, és akkor így cserélődünk egymás között, és akkor mindenki visszatér, tehát nem unalmas, hogy egy ember 1 órát, aztán másik 1 órát, hanem így forogva tett. Persze. Zeneiskolába te jártál, vagy magadtól tanultál meg mondjuk hangszere? Magamtól. Magadtól. Hát kiskoromban nekiálltam harmonikázni, azt örültem, hogy összeért. Még emlékszem rá, hogy a Kardot Karcsitó, az Egerváros, a Papok városa volt az első, amit sikerült elharmonikázni, az volt az első sikerélményem. Aztán onnantól kezdve lelőni sem lehetett, mint ahogy most se. Akkor már ugye már minden oldalról megkerengetlek. Háziállatokról beszéltél előbb, a van kutyusod. Igen, van egy nagy kutyám, a Bingónak hívják, egyébként nekem minden kutyámat Bingónak hívták. Mert ha majd ő egyszer nem lesz, mert már öregszedik, akkor az is Bingó lesz. Ő elég nagy kutya, ő kint van édesanyámiknál Egerváron. Itt velünk Egerszegen a Buksét, ez egy máltai sejem, olyan fehér kis kutya, olyan, mint egy kis kutya. Elég jó kutya, tehát nincsen vele baj, szeretjük. Családi házban laksz? Most nem, hát ott laktam, csak elvártam, most társaságban lakom Egerszegen egyelőre, de terveim között szerepel, hogy szeretnék egy családi házat visszahozni. És amikor a családi házban laktál, kerti munka, szeretted? Igen, szerettem, tehát kerti tavat is csináltam az udvarba, ilyen kerti külőt, akkor bográcsozók, mindent szerettem gondolni a kertet. Tehát szerettem a kertét, tehát kertészkedni szeretem. Most nem azt értem, hogy krumplit kapálni, mert azt nem. Tehát nem is termeltem igazából semmit, csak fizetni értem meg bokrokat, virágokat, stb. Van olyan álmod, hogy valakivel szeretnél egy duettet énekelni? Igen, van. Mint már átértem erre egyébként, ezt éppen már tárgyalgattam is. Ez a jajra szép kékszemmel szeretném csinálni, viszont szeretném csinálni igazi cigányzenekarral, és mint ahogy annó interneten fent is van, Oszter Sándor, a Kéher Gabriellával énekli ezt a duettbe, a nótet. Nagyon jó, és ezt én is szeretném megcsinálni valakivel. Na, és ki a kiszemelt? Hát itt kiszemelt igazából még nincsen, gondolkodtam rajta már. Lovai Lászlóval egyébként már beszéltem, ez így, de hogy hozzon össze engem mindenképpen valami cigányzenekarra. Ezt mindenképpen szeretném megcsinálni. Hát jelölt az talán lenne is. Egyébként volt énekesnünk, a Claudia, ő nagyon jó énekel, rá gondoltam. De ki tudja, hát lehet bárki más is, majd hozza az élet. Volt a saját dalokat, hogy írsz, volt olyan, hogy amire azt hitted, hogy nagy sikere lesz, és nem úgy jött le a közönségnek, hogy nem azt láttad rajta? Hát amiket csináltam, tehát igazából azok még nem szerepelnek sehol.
annyi az egész, hogy egyet-egyetig buliba eltoltam be, csúsztattam, és megnéztem a reakciókat, ugyanúgy táncoltak rá, tehát nem vettem észre, hogy nem tetszene nekik. Meg elég tempós, bulizós nóták, mulatos vonal felé hajlik ez is, tehát vidámságról szól, minden mulatos nóta a buliról, az ivászatról. Érzékeny vagy a zenei minőségre, a technikára? Mondjuk van egy fellépés, hogy milyen az erősítés a többi? Hát szeretem, hogyha jól szól, hogy én nem szeretek közébe kelni élőbe, én nekerek előszeretem, hogyha hallgatom. Például magad igazát kihajtott, hogy neked addig még azt mondod, hogy nem jó, addig ott tárigassanak rajta, vagy? Hát általában, mivel hogy én is zenélek, tehát az egy technikához is valamilyen szinten értek, tehát be szoktam állítani magamnak. Ha van rá lehetőség. Hát sajnos volt már olyan, hogy voltam olyan helyen, ahol elég rossz volt a technika, de megcsináltam, úgyhogy hát most mit tudok csinálni, annyira nem problémázok rajta igazából. Csak azt szeretem, ha jól szól, mert a közönség nem azt mondja, hogy ha rosszul szól valami, hogy rosszul szól, hanem nem jól csináltam én, tehát ők azt mondják. Volt olyan fellépés, ilyen lakodalmok, falunapok, vagy nem is tudom, hogy hol, hogy úgy érezted, hogy most ez nem igazi volt ez a buli? Igen, volt. Már nagyon sokat számít, például a közönség, voltam olyan lakodalomban is, csináltunk akármit, csak néztek, volt, hogy már az első percben tölteltek, és reggelig nyomták, tehát közönség függő. Az, hogy nekem milyen hangulatom van, az annyira nem, mert aki ezt a szakmát csinálja, azt tudja, hogy tehát bármilyen trauma is ér az életbe, akkor is jó pofát kell vágni ahhoz, hogyha kiállsz a színpadra, akkor el kell felejteni minden magánéleti problémát, akkor ott bele kell adni minden 100%-osan, mert csak akkor lesz jó. Nem szabad, hogy észrevegyék rajtad, hogy valami nem okés esetleg. Bár szerencsére velem minden okés, tehát magánéletem rendben van, tehát nem vagyok depressziós, meg ilyenek, de mindig félreérteni valamit. Láttam egy fotót, ahol Dobri Zsolttal vagy, vele is volt közös fellépésed? Persze. Hát ő is itt lakik, nem messze. Na, azt nem tudtam, hogy ő is zalaegerszegi. Hát nem régóta zalaegerszegi. Aha. És együtt... De úgy, hogy közös produkció. Igen, annak idején még ezt a bazin egy mulatósot még vele kezdtük el. Mert ő nem mulatós stílusban énekel, ha jól tudom. Hát persze, pont azért nem is csinálja. A pop zene felé hajlik. Értem. És közben még a hallgatónak valakinek kérdése van, itt van még a Zsoló, és megkérdezzük. És most jut eszembe, ezt az elején akartam megkérdezni, honnan jött ez a becenév, hogy Bohém Nagy Zsoló? Hát ezt a Vörös Pistének köszönhetem, aki a Zsoló szervező, egyébként ezt ő adta rám, mert hát mivel Nagy Zsoltnak hívnak, tehát ha sokan nem tudják, az igazi nevem az, mert van nevem, csak senki nem így, de egyébként van. Tehát a Nagy Zsoló az ebből, a Bohém azt meg azért lett elő, hogy hát valamilyen szinten egyedül legyen, bár nekem először annyira nem tetszett meg, mert a hosszúnak találtam. De most már megszoktam, megbarátkoztam, hát azt meg azért, mert tényleg elég Bohém ember vagyok, szóval. Nem vagyok egy komolyság, mint a képe. Új Veri Pálné Marikának van itt még egy kérdése, hogy milyen iskolai végzettséged van. Azt már előbb mondtam, kereskedelmi. Igen, azt már beszéltük. És nem látok több kérdést, és hát jó elszaladt most hirtelen ez a kis beszélgetés, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sok mindent megtudtunk rólad, és még egyszer megkérdezem, van-e olyan, amit el szeretném mondani, most jutott eszedbe? És hogy a hallgatók meg tudják még? Mindent elmondtam, ami így eszembe jutott. Még annyit talán, hogy ami nekem még egy fontos dolog most az életemben, az azon a zenekar, tehát egyszerre több lábon próbálok állni. Most szerencsére ez is kezd azért elég jól beindulni. Úgy van benne, hogy sikeres lesz. Hát sok sikert. Hát minél több bejöjjenek el buliba, fellépésekkel. Hol láthatnak legközelebb? Legközelebb most pénteken Kondorszán zenélünk Arizonával.
utána Salonváron szombaton, vasárnap meg lehetett a Gyenes Diáson. Gyenes Diás. Igen, Gyenes Diáson ott most ilyen nemzeti vágta, meg búcsú, meg egyéb rendezvények vannak. A nyara zsúfolt volt? Szerencsére igen. De most múlt hétvégén is 4 helyen voltam, szerencsére azért megy. Tényleg kicsit hangosabb az, és szeretném ezt az Arizona zenekart, mert ugye egy zenekar, egy buli zenekar, az tud menni téren is. Tehát az nem falunaphoz kötött, ahol csak ilyen órás műsorok vannak, hanem ilyen egész részletes bulik. Meg a mulatósót is azért szeretném, mert az is beletvinni téren is különböző vendéglátó egységekbe, vagy kultúrházakba, tehát ez azért tud működni télen is. Hát jönnek most már nem sokára a szüreti bálok. Bizony benne. Igen, az is lesz. És sok helyen láthatunk. Nagyon sok zenész azt mondta nekem, hogy ha fáradt is, még megkérdezem, hogy ugye a sok fellépés nem fárasztó-e, ha fáradt is, fölmegy a színpadra, elfelejti, hogy nem érzi, hogy fáradt. Te hogy vagy ezzel? Hát igen, ezzel én is így vagyok. Tehát nem a fellépés fáradt le, hanem például 1500 kilométer, amit mondjuk hétvégén letoltam, meg 18 órát ültem az autóba, ez fáradt le. Saját magad vezettél, amikor fellépésre mégy? Általában nem, csak most sajnos nem ért rá, aki szokott vezetni, és nekem kellett. Hát fáradtan vigyázni kell, mert könnyen megvan a baj. Mert az jó, amikor hazafel állalszom, és akkor felébenek általában 300 kilométert, akkor az úgy jobb. Jobban esik, mint amikor néznem kell. Újvári Pálné Marika. Van még egy kérdése, hogy honnan az ismeretség Bunyós Pityú és a jó Laci Betyáról? A Laci Betyáról honnan van ismeretség, hát ő is egészen valamilyen szinten. És hát itt már azért régóta itt ismerem, hogy Bunyós Pityúval meg ő hozott össze. És nem látott több kérdést, és akkor... Ma este 21 óráig vagyok adásban, és 21 óráig csak a te dalaidat fogják hallgatni a hallgatók. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és sok mindent megtudtunk rólad, és majd várunk vissza legközelebb. Én köszönöm, és megígérem, hogyha elkészül az album, amit most minden igaz jövő héten meg lesz, el fogom küldeni nektek. Nagyon szépen köszönjük, és várjuk. És akkor majd, ha legközelebb beszélgetünk, hogy mi történt addig, mióta beszélgettünk, majd szeretnénk, ha visszajönnél hozzánk. Nem nagyon szívesen bármikor. És további sok sikert kívánok neked, és érd el a célodat, ami gondolatban a fejedben van, hogy el szeretnél. Én is ezt kívánom nektek, és minél több hallgatót, minél többen hallgassák, mert az egy magyar ember tényleg szeretni a mulatóst, úgyhogy. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és akkor... További szép estét neked és családodnak. Én köszönöm. Sziasztok. Szia, és akkor a következő dal Sárgul már a kukorica szál. Sárgul már a kukorica szár, bár a
Köszöntöm a most érkező rádió hallgatókat, és szép estét kívánok mindenkinek, a Sufit halljátok a mikrofonnál, és köszönjük szépen Bohém Nagy Zsolónak, hogy itt volt velünk, és megismerhettük közelebbről. És melyik is tovább a következő dalának a címe, a Villa Negra. A Villa Negra volt a dal címe, és menjünk tovább. A következő dalnak a címe a Szerelem él. A szerelem él. Mert bárhova mész,
A szerelem él, énekelte nekünk Bohém Nagy Zsoló, és megyek is tovább a dalaival, a következő dalnak a címe Cigánylány. Cigánylány volt a dal címe, és a folytatásban lesz maga Just is az enyém. Még csak azt daloltam, zokogva, hogy szeretem én. Tavasszal még bolondja voltam, de mégsem nyertem el szívét. Ma már a Vén-szigetre tolhul, csapákat rázz a téli szél. A lelkem csak újra lángra gyúr, a szívem megint remél. Csak az enyém, az enyém, karikagyű ragyog, hat a kezém, kocog a kúros a ma még felé. Lesz maga Just és az enyém, de csak az enyém, az enyém, karikagyű ragyog, hat a kezém, kocog a kúros a ma még felé.
táncol éjszakán át. Hiába van babája száz, tudom, hogy gyötröm minden álmát. Vidám szívét emészti vágy, hiába járja még a tangót. A pesgő könnye göncsupád, magának ezerszer jajgatom a sok-sok pohár után. Hogy maga Jézus és az enyém, de csak az enyém, csak az enyém. Hát nincs egyeben, csak a remény, csak a remény, a remény. Karika gyűrű ragyog van a kezén, kacakad gúnyosan ma még felém. Lesz maga Jézus és az enyém, de csak az enyém, az enyém. Karika gyűrű ragyog van a kezén, kacakad gúnyosan ma még felém. Lesz maga Jézus és az enyém, de csak az enyém. Lesz maga Just is az enyém, énekelte Bohém Nagy Zsoló, és a folytatásba a következő dalnak a címe, nem tudni, mit hoz a holnap. Nem lesz jó életed, ezt megígérem. Szívemből kitépted az emlékeket. Eldobtál könnyedén, mint egy elszáradt rózsát. Neked ezt kellett, tudom, neked ezt kellett, és engem becsaptál.
egyszer rosszat álmodtam az éjjel. Más karjában láttalak meg téged. Nem lesz jó életed, ezt megígérem. Szívemből kitépted az emlékeket. Eldobtál könnyedén, mint egy elszáradt rózsát. Neked ez kellett, tudom, neked ez kellett, és engem becsaptál. Nem lesz jó életed, ezt megígérem. Bohém Nagy Zsolót hallottuk, és a folytatásban is ő lesz, és végig 21 óráig. A következő dalnak a címe A házunk tetején zsuffedél van. Falom virág.
A házunk tetején zsupfedél van, énekelte nekünk Bohém Nagy Zsoló, és a következő dalnak a címe Ne sírj anyám. Sosem lesz semmi, amíg nem jön másik valaki. Meggyógyítanak a szavaim, tán ez a szív az igazi. Anyám se sír majd miattam annyi, s a bánat lassan beheged. Majd ha az igazi szeretet visszaadja a szívemet. Ne sírj anyám, a te rossz fiad én. Édesanyám, a könyv nem sokat ér. Hiába sír, fiad is, mikor hozzák a hírt, hogy a lány kébe halálosan szerelmes volt, feledni bért. Ne sírj anyám, csavargó fiad ér. Édesanyám, a könyv nem sokat ér. Jaj, de az éjszakát csak egy lány miatt csavargom át. Fütyű részre, hogy ne hallja más a szívem fájdalmát. Ne sírj anyám, csavargó fiad én. Édesanyám, a könyv nem sokat ér. Csak egy lány miatt csavarom át. Fütyű részre, hogy ne hallja más a szívem fájdalmát. Köszöntöm a most érkező rádió hallgatókat, és szép estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál a Sofit halljátok. És megyek is tovább Bohém Nagy Zsoló dalaival. Következő dalnak a címe Jegenyefán. Jegenyefán fészket rak a csóka, barna kislány tanított a csókra. Tüzes csókját, jaj, de sokszor vissza-vissza kérte. A szívemet, a lelkemet adtam neki oda érte. A tüzes csókját, jaj, de sokszor vissza-vissza. Csókot az Isten tudja hányat, csók
kezek kalapálja. De mivel, hogy széjjel szakad a szerelmünknek lánca, Egerváron nincsen olyan kovács, aki összekalapálja. És menjünk is tovább a következő dalnak, a címe Balaton közepe. Balaton közepe volt a dal címe, a következőnek pedig Nem loptam én életembe. Nem loptam én életembe, csak egy lovat, de
kivett, majd meg hasad. Loptam csikót, loptam lovat, mégsem verték rá a vasat. Most nem loptam, csak egy szamarat, mégis rám verték a vasat. Most nem loptam, csak egy szamarat, mégis rám verték a vasat. Köszönöm szépen a hallgatóknak az a sok-sok fotót, amit Bohém Nagy Zsolóról felraktak itt a Facebook oldalon. És még egyszer köszönöm, és akkor induljon a nászmenet. Elindult a nászmenet, és a következő dalnak a címe: Kislány, hallod-e a muzsikát?
elmondom halvan, egy neked írt a dalban. Csak ébredj és hallgass, hisz hozzád szól egy dallam. Hogy ennél szebb álom nincs a nagy világon, ha végre te lennél a legszebbik virágom. Kislány, hallod a muzsikát, rózsafa vonóval húzatja a babád, kislány, a szívem hegedül, tekints le a buskát és ablakod mögül. Úgy sír, csábít a zokogó hegedű, jöjj hát, szeretni csodaszép, gyönyörű, de kislány, hallod a muzsikát, szerelmes hűszívével vár a kisbabám. Elmondom csendben, egy nyári hadzenében, hogy nincsen szebb álom, csak veled kéz a kézben. Melletted élni, szeretni gyönyörű, hát erről zenél most egy régi hegedű. Kislány, hallod a muzsikát, rózsafa vonóval húzatja a babád, kislány, a szívem hegedű, tekints le a buskát és ablakod mögül. Úgy sír, csábít a zokogó hegedű, jöjj hát, szeretni csodaszép, gyönyörű, de kislány, hallod a muzsikát, szerelmes hűszívével vár a kisbabám. Kislány, hallod-e a muzsikát, halljuk, hát és megyünk is tovább. A következő dalnak a címe Tábor tűzné levelemet írom. Thank you.
Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, akik most érkeztek, és mindenkinek szép estét kívánok. Hát aki kimaradt volna a műsorból, a mai vendégünk Bohém Nagy Zsoló volt, és az ő dalait hallgattuk, és még hallgatjuk is az elkövetkezendő időbe. És most akkor összefoglaljuk egy kis mixbe dalait. Jenyefán, fészket rakott csóka, barna kislány tanított a csóka. Tüzes csókját, jaj, de sokszor vissza-vissza kérte. A szívemet, a lelkemet adtam neki oda érte. A tüzes csókját, jaj, de sokszor vissza-vissza kérte. A szívemet, a lelkemet adtam neki oda érte. Országúton hosszú a jegenyes ott, hosszú a jegenyes ott hazáig. A csizmám sarka százszor is legopik, hely százszor is belesüppet a sárba. De nincsen pénzem a vonatra, de szeretőm sincs, aki haza hozanna. A fáradt lábam testére hazatalál, nem messze van ide Egervár. De nincsen pénzem a vonatra, de szeretőm sincs, aki haza hozanna. A fáradt lábam szerettél soha igazán. Azt hallottam, el akarsz menni, szebb szeretőt, jobb szeretőt akarsz keresni. Eddig én tégedet nagyon szeretlek, gyere vissza, gyógyíts meg a fájó szívemet. Eddig én tégedet nagyon szeretlek, gyere vissza, gyógyíts meg a fájó szívemet. Csikós, lenti tata Tiszán, 13 cserép csengő cseng a csikó nyakán. A babája Kati, lent lakik a tanyán, 13 fodros szoknya van a derekán. 13 fodros szoknya, kerek, akár, a káposzta. A szegedi csikós, lenti tata Tiszán, 13 cserép csengő cseng a csikó nyakán. 13 fodros szoknya, kerek, akár, a káposzta. A szegedi csikós, lenti tata Tiszán, 13 cserép csengő cseng a csikó nyakán. Yeah.
házak, mámoros éjszakán, az asszony visszavár. Itt egy régi dal, meg egy pár pohár ital, üvös éjszakán, gyere bújjunk össze már. Mi házunk tetejébe zsup, felél van, és ha tél van, összebújunk kicsi várunk. Ma délelőtt kis arang szólt éppen akkor, te vagy az én imádságom, a boldogságom, látom a két szemeden, hidd el babám, ez az igaz szerelem. Mi házunk tetejébe zsup, fedél van, és ha tél van, összebújunk kicsi párom. A boldogságom, látom a két szemeden, hidd el babám, ez az igaz szerelem. Mi házunk tetejébe zsup, fedél van, és ha tél van, összebújunk kicsi párom. És elérkeztem a műsorom végéhez. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, és köszönöm szépen még egyszer Bohém Nagy Zsolónak, hogy elfogadta a meghívást, és velünk volt. Az utolsó dalnak a címe, amivel elköszönök, vége már, és vége az én műsoromnak, és további jó szórakozást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál a Sofit hallottátok.